Hírtek. Elképesztő gyorsasággal fejlődik a 3D nyomtatás. Mára ott tartunk, hogy ezzel a technológiával szinte bármit elkészíthetünk az emberi szervektől a repülőgépekig. Az amerikai Local Motors azt tervezi, hogy még ebben az évben piacra dobja 3D nyomtatással előállított Stretti nevű járgányát. A kétüléses autó akár 40 kilométeres sebességgel is képes haladni. Most 44 órát vesz igénybe a digitális gyártás, mondja Jay Rogers, a Local Motors vezérigazgatója. Reméljük, hogy az év végéig sikerül 24 órára csökkenteni ezt az időt, de a cél 10-12 óra. Lássuk, hogyan történik maga a nyomtatás. Az autó 212 rétegből épül fel. A kétüléses jármű 800 kg. Egyelőre csak rövidebb városi utakra alkalmas a Stretti. A gyártó azt állítja, hogy jó néhány évet kibír. Ha kint tartjuk, akkor 5-6 évet bír ki, de ha garázsban, akkor jóval többet, magyarázza Jay Rogers. Teljes mértékben újra hasznosítható. Szóval a jó hír az, hogy ha megsérül, csak le kell szedni róla azokat az elemeket, amelyek nem hasznosíthatóak újra, és egyszerűen nyomtatunk egy másikat. Már 2015-ben vehetünk egy ilyen járgányt. Az autó ára valahol 15 és 25 ezer euró között lesz.